látni. A térség országgyűlési képviselője jelentette be a sajtónak, hogy mekkora öröm érte az apró, alig 180 lakosú kis települést. Vének vidékfejlesztési pályázaton nyerte el ezt a több mint 10 millió forint értékű 9 személyes Opel kisbuszt. Simon Robert Balázs szerint egy kis közösség nagy napja a mostani, hiszen a minden igényt kielégítő jármű hiánypótló fejlesztés a falu számára. Én kiemelném az összefogást, együttműködést, ennek az eredménye ez a mostani eredményes pályázat is. Tudni kell azt, hogy a megyében mintegy 100 kisbusz került, 15 milliárd forintos keretösszeggel indult ez az Európai Uniós pályázat, ami aztán 22 milliárd forintra lett bővítve. A helyi egyházközség nyerte el a minőségi járgányt, amit néhány napja már használnak is Véneken. A kényelmes és gyors kisbusz nagy segítség a település számára, így könnyebben jutnak el kirándulásokra vagy rendezvényekre a régióban. Ez a kis közösség ugye itt azért nehezen jutnak el bárhova is az emberek innen, vagy nehezen indulnak el közös utakra, nem olyan egyszerű az nekik összeszervezni ilyen utazásokat, és esetleg mondjuk 50 embert nehéz lenne egy nagy buszba összeszervezni, viszont éppen ilyen kis létszámú csoportokkal nagyon jól el lehet velük menni mindenféle utakra, akár családnapra, Pannonhalmára, akár terve van, hogy a takarító asszonyokat, akik segítenek a templom takarításban, őket egy kirándulásra elvinni Zircre, Bakonybélbe. A busz nem csak az egyházközség, de a vénekiek is bármikor használhatják. A polgármester szerint, mivel korábban nem volt hasonló közlekedési eszközük, mostantól sokkal mobilabbá vált a helyi közösség. Nyilván ezt alapvetően az egyház fogja használni, az egyházközösség, de ahogy meg is beszéltük Perjel úrral, illetve az egyházközséggel, a falu civil szervezetei, illetve maga az önkormányzat is olyan célokra, amely összhangban áll az egyházi célokkal és célpontokkal, azok nagyon, nagyon szívesen kölcsön adják ezt a kis buszt. Tehát elsősorban a közösségépítés, közösségi kirándulások. A kisfalunak nagy tervei vannak a jövőben is, képviselőjük segítségével pályáznak folyamatosan, legközelebb a templomot újítanák fel központi forrásból, de az egyetlen bevételi forrásnak számító turizmust is fejlesztenék Véneken.